Még tavaly 2014. október 9-én ünnepélyes keretek között lerakták a felújítás előtt álló hullámcsónakházak alapkövét. A felújítás három ütemben zajlik majd. Az első ütem most véget ért. Néhány hónappal ezelőtt itt álltunk közösen, amikor egy ilyen kis szimbolikus alapkő letétel volt, és akkor azt a közös kívánalmat fogalmaztuk meg, hogy egy olyan létesítményt adjunk át a helyi és a tágabb közösségnek, amely megőrzi ennek a Dunapart szakasznak a hangulatát, amely egy olyan közösségi teret fog tudni teremteni, ahol a pesterzsébetiek és a város más részéről ideérkezők is kikapcsolódhatnak, és úgymond tényleg a természettel közvetlen kapcsolatot tudjanak teremteni. Mint ahogy látják is, vannak, akik már horgásznak, és azt gondolom, ők teszik a legjobban. Főépítész úr is majd fog tudni csatlakozni ezek után, hiszen a munkát és a fáradalmakat ki kell pihenni. Az épített környezeten túl azonban van egy nagyon fontos dolog. Itt a 1930-as években, majd a 50-60-as években is nagyon komoly, úgymond társadalmi élet zajlott. Sportolni, kikapcsolódni vágyó pesterzsébetiek, cseperiek, soroksáriak sétáltak, eveztek, itt tartottak családi rendezvényeket. Nos, mi ezt a hangulatot, ezt a milliót szeretnénk ezekkel a terekkel újraéleszteni, helyet biztosítani. A hullámcsónakházak felújítása egy olyan hosszú távú program, amely során az egykor somodi csónakházakként ismert terület élet újjá a Kisduna 270 méter hosszú, csendes, pesterzsébeti szakaszán. Tavaly évben még országgyűlési képviselőként kollégáimmal, polgármester úrral együtt azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne Pesterzsébet egyik legszebb területét feldobni, közelebb hozni a pesterzsébetiekhez. No de pláne hogyan lehetne bekapcsolni a Budapestnek az idegenforgalmi körforgásába a pesterzsébeti Dunapartot, és akkor nyílt az a lehetőség a fővárosi önkormányzat által kiírt térközpályázattal, hogy az önkormányzat pályázhatott, és sikerült egy olyan tervet, egy olyan álmot megvalósítani, amely a régmúlt emlékeit is visszahozza, erősítve a lokálpatriotizmust, feleveníti azokat a régi csónakházi hangulatokat, amely a 90-es évek előtt itt Pesterzsébeten, a Ráckevei Soroksári Dunák pesterzsébeti szakaszán megtalálható, és innen jött az ötlet, hogy akkor ezt valósítsuk meg. Ez a kerületnek ugye nem csak a hullámcsónakházakról beszélhetünk, nem csak a hullámcsónakházaknak az emléke fűződik ide, hanem ugye a szomszédos területen található a Jódosó gyógyfürdő is, amelyben az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben is komoly tárgyalások folytak, és van esélye arra, hogy most már tényleg 2018 ez a fürdő megépüljön, és akkor egy gyönyörű szép szakasza lesz Pesterzsébetnek, amelyre Budapesten egyébként nem csak a kerületiek, hanem az Összbudapest is büszkén tekinthetett. A 2015 júniusától fokozatosan megújuló sport és szabadidőközpont kulturális közösségi térként várja majd a látogatókat. Hogy mire kellett figyelni a felújítás kapcsán? Miként lehet megőrizni a hullámcsónakházak báját? A hullámcsónakházakat Somodi Ödön 1925 körül vállalkozásként valósította meg. Ez a fajta komplexitás, ami akkor is jellemezte már, tehát itt voltak csónakházak, voltak kabinok, amiket bérelni lehetett. Ez továbbra is megőrződött, és bár a területnek csak egy részét tudtuk a pályázati támogatásban megvalósítani, az egészre készítettünk el egy tervezési programot, illetve az építési engedély is az egészre valósult meg. Ennek keretében itt kvázi a lelke az egésznek ez a most felújított épület, hiszen a közösségi rendezvények, illetve a étkezdetet, ilyen vendég látó funkciók is ebben az épületben lettek elhelyezve, miközben a későbbi ütemben remélhetőleg felújításra kerülő többi csónakház, illetve kabinházak szállás jellegű, illetve a csónaktároló eredeti funkció fogják tartani. És hát remélhetőleg minél többen fogják felkeresni azután a Dunapartot, és
a 50-es, 60-as évekre jellemző pezsgés visszatérhet ide a Ráckevei Dunapartra. Három fogalom köré csoportosulnak a tervezett funkciók. A sport, az életmód, illetve a kikapcsolódás. A mindhármat összekapcsoló fogalom pedig, mely szintén kulcsfontosságú, a közösség. Ez nagyon nehéz feladat volt két szempontból is. Az egyik szempont az, hogy ugye ez egy helyi védett épület, maga az épületnek ezért az értékeit figyelme kellett venni, miközben maga a funkciója azért nagy mértékben átalakult. Másrészt meg egy épület együttesnek egy része, tehát az egész Dunapartra jellemző hangulattát is meg kellett, hogy őrizze a felújítás után is. Fontos volt, hogy azáltal, hogy ez egy kvázi egy rendezvényközponttá alakul, a oldalsó tégla szerkezetű falát átalakítottuk, de megőriztük a egész csarnokra jellemző fa szerkezetű kialakítást, illetve a mint csomópontjaiban, mint részleteiben az eredeti szerkezeti megoldások kerültek bele a projektbe, az egésznek a megvalósulásába. Emellett természetesen a meghatározó fejépület, a Duna felől látható fejépület pedig teljesen az eredetinek megfelelően újítottuk fel, hisz eredetileg is egyébként fehér festésű homlokzat volt és zöld nyilázzárok, illetve teraszok. A felújítás során is majd a többi rész is így egységesen ennek a fényébe fog megvalósulni. A terület többek között alkalmas művészeti programok, kiállítások, sportrendezvények, alkotói és sporttáborok, szociális és gyerektáborok, tematikus oktatás, csapatépítés, konferenciák, koncertek befogadására. Külön klubtagság nélkül is használható valamennyi megújuló épület és több mint 2 hektáros szabad zöld terület. 1930-as években épült, és a háború előtti időszakban élte világkorát, majd egy következő fellendülés volt az 50-60-as évek. Sajnos 70-es évektől kezdődően inkább leépült, néhány karbantartásra korlátozódott az itteni állapotoknak a megőrzése, és ezzel párhuzamosan a funkciói is részben elvesztek a területnek. Néhányan tartottak csak ki, és ragaszkodtak a megszokásokhoz és emlékekhez. Na most mi feléleszteni szeretnénk ezt a területet. Ennek a munkának a jegyében épült meg végül is a Duna Garden szálloda és étterem, és láttunk neki pályázati forrásokból a csónakházak felújításának, amiből az egyik ma került átadásra. A cél kifejezetten az, hogy az eredeti funkciókat megtartva a mai kor viszonyaihoz illeszkedjenek az itt nyújtható szolgáltatások. Elsősorban kisgyermekes családokat fogunk várni, sportolni vágyókat, és hát természetesen mindenkit, aki szeret víz közelében kikapcsolódni, egy jót sétálni. Nagyon jelentős lépésnek tartjuk ennek a mai beruházásnak az átadását. Ha valaki ide lejön, akkor látja, hogy igyekeztünk megőrizni az eredeti állapotokat, azokat modernizálva, és hát ez a munka most nem fejeződik be, ezt a munkát folytatni kell az elkövetkezendő években is. Remélem, hogy azért ez nem a távoli jövőbe fog nyúlni. Most is nyertünk ugyan egy kisebb összeget, az 19 millió forintot egy úgynevezett második ütem megvalósítására, de remélem, hogy ez csak egy ilyen beköszönő összeg volt a térközpályázaton keresztül, és bírjuk azt az ígéretet, hogy a jövő évben, ha pályázunk, akkor folytathatjuk
ezt a munkát. Egyébként még nem fejeződött be teljesen ez az úgynevezett első ütem sem, hiszen közösségi kiskertek, gyermekjátszótér megépítése az még az előttünk álló néhány hétben fog megvalósulni, úgyhogy ez a komplexum a nyár folyamán lesz teljes egészében üzem és fogadóképes. A hullámcsónakházak rehabilitációja egyben egy olyan komplex életmód és kulturális közösségi központ kiépítése, amely új szint hoz Budapest életébe.